Elindult a Mozdó Nyíregyháza tavaszi idénye, 15 ingyenes mozgásforma közül lehet választani, az órákat pedig online tartják. Az első héten nagyon sokan követték a program közösségi oldalán a videókat, több újdonság is van a hagyományos mozgásformák mellett. Akik eddig követtek minket, nagyon várták és továbbra is velünk vannak, illetve rengeteg új csatlakozásunk volt az elmúlt egy hét alatt. Közel most már tényleg ott vagyunk, hogy 10 000 főt érjük el, sőt lehet, hogy most az interjúadás közelében már éppen meg is haladta a követők száma a 10 000 főt. Nagyon népszerű az újonnan indított COVID után optimumum programunk. Ez azért is fontos, mert ugye nem csak azoknak próbálunk segíteni, akik átestek egy komolyabb vírusfertőzésen, hanem azoknak, akik most kezdenének el a mozgást. Tehát tényleg úgy a nulláról indulva segítjük lépésre felépíteni, hogyan mozogjanak, mellette hogyan étkezzenek, illetve mi az, ami még szükséges hozzá, az az egészséges életmód. A COVID után optimumon sorozatba bárki bekapcsolódhat, és egy tervezetten kiépített program során nyerheti visszaálló képességét. Lépésről lépésre haladnak, majd érdemes az első alkalomtól részt venni, mivel egymásra épülnek a feladatok. Fontos, hogy csak megfelelő orvosi vizsgálat után szabad nekivágni az edzéseknek, azok esetében, akik átestek a fertőzésen. A videók folyamatosan fent maradnak a Mozdulj Nyíregyháza Facebook oldalán, így a gyakorlatok később is elvégezhetők. Az első előadás az pontosan arról szól, hogy milyen orvosi vizsgálatok szükségesek a belépő szinthez egy COVID után. Tehát nem felelőtlenség azt gondolni, hogy ezt ki lehet kerülni. Tehát én mindenkinek ajánlom azt, ami az Országos Sportegészségügyi Intézetnek az ajánlása, hivatalos ajánlása, hogy először menjen el egy laborvizsgálatra, nézessen egy szérumtroponin szintet, konzultáljon a kardiológusával, nézessenek egy EKG-t, egy szívultrahangot, menjen el egy mellkasröntgenre, és hogyha az orvosok azt mondják, hogy belekezdhet egy alacsony intenzitású aerob terhelésbe és nyújtásba, ha nincsen olyan ízületi deformitásunk, ami esetleg gyújtornászt igényelne, akkor minden további nélkül bele lehet ebbe a programba vágni, és pontosan ezért lenne fontos az, hogy az előadást hallgassuk meg, menjünk végig a folyamaton, mert akkor biztosan nem tudunk ártani. A résztvevők megtanulják a saját terhelhetőségük biztonságos pulzuszónáját, és elsajátítanak egy olyan rendszert, amiben tartósan javítható a test egészségi állapota, javulhat a testösszetétel, a hajlékonyság, a test hajlékonyabb, erősebb, gyorsabb, a légzőrendszer, a keringési rendszer pedig felépítettebb lesz. A Mozdulj Nyíregyháza programjai minden korosztálynak szólnak, gyerekektől az idősebbekig, az órák pedig ingyenesek.